Tisztelettel köszöntök minden megjelentett Csetén-község önkormányzati képviselőtestületének rendes ülésén. 2017. július 12-én 18:30-kor megállapítom, hogy a testület határozatképes. A napirendi pont javaslatok a következőek. Az első napirendi pont az a polgármesteri beszámoló. A második közterület tisztántartásáról szóló 13/2015 önkormányzati rendelet módosítása. A harmadik zajvédelmi helyi szabályozáshoz szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A negyedik kulturális mozerőkön alapuló hálózat létrehozása, a Csetényi Kastély látogatóközpont kialakítására, a kárgyú közbeszerzési eljárás menedzsment tevékenységének ellátása, valamint műszaki elemek kiválasztása. Ötödik iparterület fejlesztésének ösztönzése, egy célzó pályázat megalkotása. Hatodik az egészségház fejlesztés, Csetényben pályázatlan felmerülő előkészítési feladatok ellátása. 7. pénzeszközök átadása az önmagunk Kft. Részére, ezt már az átülésen tárgyaljuk. 8. a sörkert ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéshozatal, úgy szintén az átülés. 9. önkormányzat rendelkezésre álló pénzeszközök lekötése, ez úgy szintén az átülés. Majd a 10. napi rendi ponttól vegyes ügyeket szeretnénk tárgyalni, ahol az első vegyes ügyek feltételes közbeszerzési eljárás az iparterület kialakításával kapcsolatban. A következő napi rendi pont topos pályázat keretében belül csapadékvízelvezető rendszerre a pályázati anyag beadásáról egy döntés. Majd a legutolsó napi rendi pont a nyári tábor költségeinek támogatása. Remélem, minden tudta követni a napi rendi pontok sorszámozását. Szeretném megkérdezni a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy van-e további napi rendi pont javaslatok, amit érdemes lenne felvenni vagy tárgyalni. Jó, hogyha nincs, akkor kérem készfeltartásra jelezzük, amennyiben elfogadjuk a napi rendi pontokat. Köszönöm szépen, 6 igen. Röviden a polgármesteri beszámolót van kapcsolatban. Ugye az elmúlt időszakban, elmúlt egy hónapban azért jó néhány esemény mozgatta kis településünket. Talán a legnagyobb mozgató rugó az az önkormányzat által megvásárolt iparterületnek a hasznosításával kapcsolatos. Ugye volt egy sikeres nyílt napunk, amit a Balluf Kft-vel közösen tartottunk meg. Ugye már múltkor elmondtam, hogy 186 jelenlévő volt, 186 látogató volt Csetényről. Ugye azt is jeleztem, Tamás szépen kérdeztem a semmit, mert több jelzőkről mi láttam, hogy nem azt tartom az, amit elmondom, inkább figyelni. Már ugye a következő csak visszajelzés, hogy Zircen pénteken volt egy hete, hogy 4 cég tartott ugyanolyan nyílt napot, és a 4 cég által szervezett nyílt napon 40 ember volt. Ennek oka többek között az lehetett, hogy az önkormányzat maga nem állt bele ebbe a projektbe, nem foglalkozott velük kellően, illetve talán lakosság érdeklődésére is lehetett, de úgy gondolom, hogy inkább az első pont volt, hogy kevésbé volt aktív az önkormányzat. És ugye ez a projekt foglalkoztat mindannyiunkat, hiszen egy kitörési lehetőség a település számára. Ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsuk ezt a projektet, tényleg arról van szó, hogy az önkormányzatnak valójában részt kell venni a toborzásban. Minimum, ugye én 70 embert jelöltem meg, de minimum 50 emberre van szükség ahhoz, hogy itt ténylegesen a fejlesztések megvalósulhassanak. A holnapi napon lesz reggel 7:30-kor egy fórum a lakosság részére, illetve este 5 órakor is egy fórum a lakosság, illetve érdeklődők részére. Az időpontokat úgy állítottuk be, hogy a reggel 7:30-kor, aki az éjszakásból hazajön, az ugye be tud jönni, a délutános el tud jönni ebedés után és bolt között. Az délutáni időpont pedig úgy van, hogy a délötösök el tudnak jönni ebéd után, illetve az éjszakások, hogyha esetleg felkeltek, el tudnak jönni meghallgatni. Ezt az anyagot ugye a Csetényi zárt csoportban hirdettük meg. Ugye képviselőtestület tagok a múlt héten csütörtökön információn erről már egyeztettünk. De a tegnapi napon a Csetélynek a hivatalos Facebook oldalán is feltüntetésre kerültek az információk. Van egy nagyon érdekes szám, hogy több mint 100 megosztás volt, talán most már 110 megosztás. Hogyha átlagosan nézzük
Facebook felhasználókat, hogy kinek mennyi ismerőse kapcsolata van. Biztos vagyok benne, hogy legalább 6-7 ezer különböző háztartásra eljutott ez a hír. Habárszaloktól, nem tudom, mondjuk Wimbledonig, tehát vagy azon túl, hiszen mindenkinek vannak nemzeteken átívő kapcsolatai is. De holnap lesz igazából a Putin próbája, mennyi ember jön el, mennyi ember jelentkezik, mert ugye most már jelentkezni kell a fejlesztésre. Eddig ugye többen jelezték, hogy de jó lenne, de valójában egyéb aktivitást nem láthattunk senkitől, a holnapi napon pedig már szeretnénk egy aláírást is látni, így az emberekben azért kicsit erősebben ott van, hogy akkor talán váltani. Tudjuk azt, hogy a munkahelyváltás az mindig egy kérdés, hiszen egy meglévő környezetet tud hagyni egy új környezetért, jó kollegális kapcsolatok, esetleg jó munkai légkör, de pont az itt fejlesztő, lehetőleg fejlesztő vállalkozásnál el tudjuk mondani, hogy ez tényleg olyan környezetet tudna biztosítani a munkavállalók számára, ami azért a térségben egyáltalán nem jellemző. Ugye a döntés az két részből áll, az egyik, hogy továbbra is mi tudjuk prezentálni a megfelelő számú munkavállalót, a másik pedig a vállalkozás felügyelő bizottságának pozitív döntése június 28-án. Ha bármelyik feltétel nem sikerül, akkor nincs projekt. Ezt úgy kell érteni, hogy szerintem akkor soha nem lesz projekt. Tehát nem hogy ebben a ciklusban, hanem a következő 10-15 évben ilyen projektet itt megvalósítani nem tudunk. Ezért ugye a képviselőtársak előtt is lehet, hogy az önkormányzat mindent megtesz. Múlt héten volt még már egy közös egyeztetés a fejlesztő vállalkozás, illetve a Nemzeti Partnert Fejlesztési Ügynökség képviselők között. Ugye maga a beruházás megvalósításával kapcsolatban, hogy az esetleges gyártócsarnoknak az építetését ki fogja végezni, milyen határidőkkel. Ugye, ha van projekt, akkor a Nemzeti Partnert Fejlesztési Ügynökség lesz a kivitelezője a gyártócsarnoknak, építetője. A fejlesztő cég tőle veszi bérbe az ingatlan együttest, illetve a fejlesztő cég az önkormányzattól veszi bérbe magát a föld területet, hiszen az iparterület tulajdonos a Csetén község önkormányzata, és ezen szerintem nem is kívánnak változtatni, ennek az értékesítése hatalmas hiba lenne, mert gyakorlatilag nem lenne ráhatásunk arra, hogy kivel milyen megállapodásokat kötnek a településen. A holnapi nap után majd röviden tájékoztatom a képviselőtestületi tagokat. Aztán ugye van még egy, ami kicsit mozgathatja a településen élőket, illetve a szápáriakat. Ugye a 6. hó 30-ával a testület olyan határozatot hozott, hogy az óvodai társulásból kilép. Ugye itt a szápára fizetés kötelezettségét rendszeresen megszegte, nem határidőben tette, illetve 2017. szeptemberétől az óvoda most már Csetényben működik. Szápára mennyivel elkészíti a bölcsődét, akkor a Szápára fog működni a bölcsőde. Ez fontos lenne, hogy elkészüljön, hiszen vannak folyamatosan érdeklődők. Aztán az információ torzulásnak nem mondhatnám, hogy tipikus esete, inkább a butaság tipikus esete, hogy Szápáron ez már úgy ment le, hogy nem jönnek a Szápári gyermekek a Csetény óvodában, el kell menniük Csernyére. Szeretném biztosítani mind a szápári szülőket, mind a gyermekeket, hogy ez teljes egészében hazugság, illetve félrevezető információ. A Csetényi Szápár az szerintem egy szinte egy település, egymásért vagyunk és egymásért dolgozunk, és szívesen látjuk a szápáriakat, ahogy elvárjuk, hogy a szápáriak is szívesen lássák majd a csetényeket a bölcsődéjükben. És bízom benne, hogy ez a hír nem jutott el sokak fülében, és nem foglalkoztak ezzel aktívan. Jött még egy döntés, hogy a külterületi utakra beadott pályázatunkban, hogy egy traktort szerettünk volna vásárolni kiegészítő eszközökkel Szápár önkormányzatával közösen. Támogatható lett a projektünk. A pozitív döntés még nincs meg, csak az, hogy megfelelően minden feltételnek, minden hiánykodáson túl vagyunk. Forráskimerülés még nem történt, valószínű, hogy két traktor lesz a faluban. Most már csak ember kell, aki vezeti külön-külön mind a kettőt. Akkor a nyáron továbbra is hirdetjük a nyári munkát a gyermekeknek. 20 gyermeket tudunk felvenni dolgozni napi 6 órában, 4 héten keresztül. Körülbelül nettó 50-55 ezer forintos fizetés.
nem kell megszokadni a munkában, de dolgozni kell, tehát ugyanúgy a festés, a kisebb karbantartási feladatok, egyszerű munkavégzésekre várjuk a fiatal dolgozni akarókat és rendkezni akarókat. Pont ma került az asztalomra egy települési támogatási kérés, nagyon érdekes volt, hárman vannak a családban, kérésben az volt, hogy anyuka egyedül dolgozik. Mondom, tök jó, akkor apukától szeretném látni, hogy rajta van a munkahelyi hivatalnál az álláskeresők listáján. Ja Istenem, nincs rajta. A gyermek is elmúlt 14 éves, akkor egy iskolátogatási igazolást szeretnél kapni, a gyermek még iskolába járt, vagy ha nem jár, akkor rajta van az álláskeresők listáján. Hát iskolába se jár, és a listán sincs rajta. Akkor úgy gondolom, hogy az önkormányzat ebben az esetben nem tud támogatást biztosítani, hiszen a családon belül van még további két ember, aki képes rá dolgozni, a gyermek nem jelentkezett az önkormányzathoz sem a feladat ellátására. Én nem gondolom azt, hogy az a legegyszerűbb út, hogyha a támogatást adunk ilyen szinten, sokkal egyszerűbb út az, hogyha igenis dolgozunk, főleg, hogy lehetőség van a munkára. Amit még ideírtam, jövő héten kedden lesz egy prezentáció a Nemzetgazdasági Minisztériumban, illetve én megtudtam a héten előtte 3 órán a Fejlesztési Minisztériumban is lesz egy prezentáció, amit mi tartunk, mármint egy Csetén tart, majd kérek mindenkit, hogy szorítson, hogy jól sikerüljön. Röviden ennyi a beszámoló témája. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. És mi előnyünk száraz, amikor most fölmondtuk ezt a megállapodást? Előnyünk az istenzárból semmi, ahogy hátrányunk sem feledkezik belőle, hiszen a normatív támogatások fő alapján létkeznek meg. Ugye régebben volt egy ilyen támogatás. Más volt, régen a társulásoknál jobb volt a támogatás mértéke. Ez most majd a bölcsődénél lesz jobb, amikor létrejön a bölcsődet a szálltáron, akkor majd létrehozunk egy új társulást. A valós előny ez pedig az, hogy jelenleg a társulás van gyakorlatilag közösen döntöttünk arról, hogy mire fordítható az érkező forrás, amit az óvodára kapunk. És én úgy gondolom, hogy a Csetén által Cseténben üzemeltetett, működtetett óvodának a ráfordítását én nem szeretném megvitatni senkivel. Tehát ez volt a legnagyobb oka, mert ugye a Szápának nem lesz önálló intézménye jelenleg, a Szápár gyermekeknek a cseténi intézmény nyitva, tehát a kapuja nyitva van, és elég furcsa helyzet lenne az, hogy mondjuk be kelljen vinni egy társulási ülésre, mint ahogy idén mi volt, hogy az épületek kapcsolatos fenntartási költségeket az önkormányzat nem vállalja. Ugye? Mindeniket külön-külön számoljuk. Most jövőre van a társulás, és ugyanúgy a Csepeli önkormányzat vállalja a költséget, a társulásban végén maradt pénz. Akkor azt nem szavazza meg a Szápári rész, akkor az ami lesz? Mert ugye ennek a veszélye fennáll, hiszen egyenlő szavazati jogokkal rendelkezünk. Úgy, hogy nem tartanak fent intézményt, semmit nem csinálnak hozzá. És én úgy gondolom, hogy így valójában az ő szavazati joguk teljesen felesleges. Tehát mi ezzel rosszat nem tettünk nekik, hiszen az óvodai szolgáltást ugyanúgy biztosítjuk, de nem is szeretnénk egy ilyen helyzet miatt gyakorlatilag rosszul kiülni ebből, hogy mondjuk minket csapba tartanak egy ilyen költség. És akkor a Szápári óvodásokat ugyanígy hozni fogjuk fel? Persze. Tehát akkor is, hogyha nem jön létre a bölcső? Mindenképp, hát az mindenképp. Több oka is van ennek. Az első oka, és ez a legfontosabb, hogy az én múltamban, illetve a jelenemben és jövőképemben is azt szerint, hogy Csetén Szápár az egy település, az egyik, ez a legfontosabb. Másik legfontosabb pedig az, hogy ha a partner településre hozzuk a gyermeket, 180 ezer forint üzemanyag hozzájárás fizet nekünk az állam gyermekenként. Tehát most szerintem ez mindegy. Egyértelmű. Jó? Még esetleg kérdés? Nincs? Jó, köszönöm szépen, hogy meghallottak. Aki elfogadja a beszámolót, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köztelet tisztáltatásról szóló 13-ben 2010-es önkormányzatban rendelt módosítás előadja Dr. Általános Tanács Edző úr. Tisztelt képviselőtestület! A előkérdés lényeg annyi, hogy van erről rendelkezni a köztelet tisztáltatásáról, amiben a lakosság felé
megfogalmazunk egy olyan kötelezettséget, hogy a ingatlan előtti közterületet tisztán kell tartani, beleértve a holtakarítást, elkezdve a kinyíráson át a szemétől történő mentesítés és mindent, viszont nincs olyan értelemben szankció hozzárendelve, ami viszonylag jó hatásfokkal érvényesíthető lenne. Most ezt a fajta szankció, ezzel a fajta szankcióval történő kiegészítést tartalmazza ez a rendelet módosítás, a szankció pedig a már oly gyakorta alkalmazott rendeleti szabályozás, miszerint ezeknek a szabályoknak a megsértői a közösség együttélés alapvető szabályos sértő magatartásnak minősülnek a rendelet módosítás elfogadása esetén. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Ugye erre szükség volt az miatt, hogy tényleg a településnek egyes lakói abszolút fittyet hányak saját környezetükre, és tényleg ezáltal zavarva mind a közt, mind a saját szomszédokat nem hagyják rendben. Ja, a rendszer az lesz, hogy képviselőt vagy jegyző úr felszólítja őket, hogy legyen meg az elhárítás, tehát akár egy fűnyírás, akár évtől is, bármi, és már ugye egyből jelezünk is irányunkba, hogyha nem teszik meg, akkor az önkormányzati gazdasági társaság nyilvános díjszabásán mi elvégezzük, és utána rájuk a költségeket. Legrosszabban különben a saroktelek tulajdonosok járnak, és ebben az esetben én is rendkívül rosszul járok, de majd feltörjük, megírjuk a fület. Tehát néhányan akkor minden személy van, aki ezt nem teszi meg felelően. Jó? Jó, ezt el tudjuk fogadni, hogy kérünk készbeállításához. Köszönöm szépen a hatékot. Az zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Ez egy olyan, ezt majd a jegyző úr fogja ismertetni, de ugye ennek az apropója az pedig az, hogy több bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy hihetetlen időszakokban történnek fűnyírások, ágvágások, fűrészelések és minden, ami zavarja a környező szomszédokat, és ugye jó néhányszor hallhattunk már a híradóban itt ott a volt különböző rendeletekről sztorikat, főleg azt mondjuk, hogy Balatonparton azt hiszem, hogy szombaton reggel 10 óráig lehet füvet nyírni, utána már nem, hiszen az egy üdülővezet, azért Csetén semmiképpen nem tartozik üdülővezeti kategóriába, de talán a pihenés joga a szabad vasárnap az mindenkit megillet, úgyhogy akkor az volt elvastat, hogy vasárnap, illetve munkaszüneti napon ne történjen meg. Azért azt is hozzátenném, hogy munkanapokon a reggel 7 és este 8 óra között végezhető, azt szerintem jó lenne. Ez csak azért, mert a héten fordult elő velem pont, 9:30-kor egyszer csak beállom a fűrész. Pont gyermekfürdetés közepette beállom a fűrész, pont kimentem a laborért, és utána le is csesztek bent a házba, hogy hol voltam 10 percet. Egyből fölültem a biciklire, mondom, megtalálnak ilyenkor, tűzifát akar vágni, nem tudom, mit teszek vele. Megtaláltam, és jelezte, hogy hát csak ki akartam próbálni a fűrészt, mert hogy eddig olyan meleg volt. És mondtam, hogy nagyon jó, de ma akarsz fűteni otthon, tehát szükség van rá, hogy most legyen. Fáraszom, most nincs olyan jó, de nézd meg a szomszédaidat, hogy milyen üveges tekintettel néznek rád, és ez egyáltalán nem jó. És ott mondtam, hogy hát ez így igaz, engem még zavar, amikor a szomszéd reggel 4:30-kor elkezd indítani a fűt. Na ugye. És akkor jeleztem, hogy mi ezzel most foglalkoznánk, hogy ezek így ne valósulhassanak meg. Azt én is érzem egy kicsit, hogy a rendszer maga túlszabályozottá kezd válni. Régen sokkal egyszerűbb volt, az emberek szerintem sokkal jobban nagyobb tisztességgel voltak a saját környezetük, a saját szomszédaik, illetve a lakossággal szemben, hiszen régen jobban volt egy kaláka, vagy nem volt ezekre példa, tehát inkább bevegyük együtt fát szedni, most mondjuk mindenki jó másra mutogat, de be kell látni, hogy most sajnos szükséges ezeknek a rendeleteknek a megalkotása, és nem csak a rendeletek megalkotása lesz szükséges, hanem utána ezeknek a betartatása is. Tehát ugye a testületnek, vagy nem is a testület, a jegyzőnek egy következő feladat lesz, hogy az új hírmondóba ezekről az új rendeletekről tájékoztatást adjon a lakosság számára.
ennyi. Van esetleg kérdés hozzá? A munkanapokon az én javaslatom az, hogy a korlátozás nélkül, ez pont az előbb felsorolt okok miatt a rendkívül veszélyes kategória. Gyakorlatilag, ha valaki nem bírja a szomszédok elé éjjel-kettő, akkor belántja a fülészt és tolja is neki, és semmit nem tettünk kellene. Szerintem munkanapokon is legyen elég a reggel 7 és 8 óra közötti munkavégzés. 9? 9. Jó. Ezt úgy éreztem. Télen úgy sem fogja senki. Télen nem, de nyáron viszont. Nyáron. Tehát senki ne érte félre, a munkavégzés az kizárólag a gépi eszközökkel vonatkozó, és beáltalatlan értendő. Ki akar menni a szőlőre, és a szőlőtelbe akar tenni, azt sem akar. Ez kizárólag belterületre vonatkozik, erősítsen meg edző úr. Igen, tehát a lakóterület övezetekben. Nagyon jó. Tehát már az iparterületek sem vonatkozik, csak a lakóterületek. De a GKI 3-asokra vonatkozik, remélem. Mert mondjuk nem szeretném megérni, hogy a szenátor úr a panasz érkezik, és azt mondja, hogy én rám nem vonatkozik, mert az én üzemem GKI 3-as lesz a besorolásom. Nem vonatkozik. Falusias lakó, tehát kertvárosias lakó, falusias lakó, kereskedelmi szolgáltató, GKS. Akkor nagyon egyszerűen leegyszerűsítjük ezt a rendeletet, ki kell egészíteni arra, de jó? Pont a fűrész, hogy nincs benne a különleges felszolgatásban. De beleérthető, tehát nem taxatív a felsorolás, hanem csak például. Különösen... Jó, fűrész. Legyen a nézve, jó? Külültéri fűrészet. Külültéri fűrészet. Munkaszüneti napokon. A munkaszüneti napokon az, amit tapad. De hogyha van egy négy napos hétvége, hosszú hétvége, akkor csak az... Csak egy nap a piros betű. Akkor abból csak szóval a vasárnap. Jó, hát de akkor a vasárnap az önnyel van. Hát mondjuk az igaz, De hogyha a hosszú hétvége van, az nem azt jelenti, nem minden egy nap piros betűs. Jó, de munkaszüneti nap minden egy nap munkaszüneti nap. Tehát én is értek azon egyébként, hogy mind a négy nap, tehát a négy napon keresztül ne lehessen semmi. De a szombat is munkaszüneti nap. Jó, tehát akkor vasárnap és minden napokon. A szombat az munkaszüneti nap, az külön kategória, azért tettem külön. Vasárnap és ünnep napokon zárója, piros betűs ünnep. De ez szerintem jó munkaszüneti napok. Tehát a szombat a szombat. A vasárnap az munkaszüneti napnak tekintető, ez a vasárnap, meg a piros betűs ünnep, ahogy a polgármester úr mondta. Tehát ez a de mi van akkor, akkor segítek, kedden van augusztus 20, hétfő szűnnap, munkaszüneti nap, hétfő, vasárnap piros nap, szombat munkaszüneti nap, mert hogy hosszú hétvégét rendeltek el, ebben a furcsa napon mikor lehet fürdni? Az a szombat, szerintem az nem lehet munkaszünet, és mi van a hétfő? A hétfő az piros betűs. Mi? Hát hogyha azt is elrendelik munkaszüneti napnak. De az egy hosszú hétvég. Nem, az nem munkaszüneti, mert a szombattal cseréli be. Az egy szombat. Ja, ebben az esetben akkor a szombat akkor munkanap. De ebben az esetben munkaszüneti nap? Nem. Én egyszerűsítem, én csak a vasárnapot hagynám, nem én nem az a munkaszüneti nap. Vasárnap és piros betűs ünnep? Vasárnap és ünnep. Nem felejtem el, augusztus 20-a volt, 7-8 évvel ezelőtt. 12 óra 15, mindenki akkor lesz a legfinomabb gyúkosleves a faluban. Egy marha kaszált kint a mezőn, a nagyatiba, és hogy akkor ti volt a finom vasonki ebéd, rájöttem föl, gyere már, baszki, mert nem tudom, becsukni a kaszát. És mondta, hogy tudtam, amikor csodjuk a telefon, biztos, hogy van a gépen vagyunk kint a határban, vagy nincs még egy akkora van. Tehát szerintem a pirosbetűs ünnepet én mondjuk beleírnám. Ez a vasárnap, és mondjuk ugye ide tartozik akkor a karácsony, a húsvét hétfő, augusztus 20, március 15. Október 23. Október 23. Meg a stésőben. Meg a nappéntek most már. Úgyhogy ez így belefér, azok mégis ünnepek. Munkaszüneti nap így, egy piros betűssel. Jó? Jó. Akkor az A pont az úgy, hogy 7-től 21 óráig, a B az jó, a 8-től 20-ig, a C-nél pedig vasárnap. És piros betűs ünnepen.
De itt van, hát elmondtad, hogy az a négy nappal a hétfő, az is munkaszünet nap, és akkor hétfőn miért ne lehetne már? És az nem pillanatos. Így van, nem pillanatos. Hozol be egy nappal? Ezt mondtam, nem kell. Nem kell. Jó napra. Ünnepnapokon. Vasárnap és ünnepnapokon. Nemzeti ünnep? Nem. Hát ugyanúgy, ahogy a boltzár működik. Úgy van ki, hogy a hétfő szeretemben, hogy hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon. Jó, vasárnap és ünnepnapokon. Tökéletes. Én igen, és akkor a kettes paragrafusnál pedig ne korlátozzuk le magunkat különböző övezetekre, egyszerűen élő vagy belterület. Akkor viszont a belterület. Belterület, kész. És akkor ez az épületen kívülre vonatkozó, ugye? Kültér, füléz az. Igen, igen. Belterület kültére. Hát, aki belátja, az megmondja. Jó. Hát, aki javítja. Jó, és akkor kérjük a jelző urat, hogy a lakosságot a következő újság csetében tájékoztasson. Én itt egy fél pillanatot, hogy én felé már évek óta többen jelezték, hogy a szelektív, vagy nem, a kuka nap előtti időben, nyáron a legnagyobb melegben is egy csomóan égetik a kazánba a konyhai hulladékot, amit tudnak. És akkor ilyenkor mi a teendő? Mert ugye nem kint tüzel az udvaron, de gyakorlatilag az egész utcát elgázosítja. Ilyenkor hova fordulhatnak, hogy mi a teendő? Mert ugye mert 30 fokban nem azért gyújt be este 9-kor, hogy fáznak. Ez véleményem szerint járási oldali hatáskör, mert a zajvédelemről szóló kormányrendeletnek az alkalmazását azt járási hivatalmi teljesfokú levegővédelmi hatóság hatáskörül tart a jogalkotó még annak idején. Ez egy kellemetlen dolog egyszer. Azért, hogy ugye ne kelljen kihúzni a kukát. Hát nem is azon, most is van. Megjegyzem, tehát ez rendkívül, tehát járási időhatáskör, de nem könnyű. Ez a tettenél is, hogy ilyenek. Hát ugye nem valamilyen csinálni. Az, amit én az elején is mondtam, hogy még régen az emberek tényleg tisztelettel voltak a embertársak iránt, ez sajnos egyébként is még jellemző társadalomra. Sajnos nem figyelem már eléggé egymásra. Jó. Van-e egyéb hozzáfűzni való javaslat a rendeletben? Oké, hogyha nincsen, akkor... Én röviden van, akkor mondani, hogy rá fogom felejteni. Jó, igen. A Tamásnak már jelezte, hogy a... Én azért mondtam ott a Kulatamusztán talatban, meg a Nagy Kármányék alatt lévő ház között. Igen. Na, ahol én láttam beszorogni két kisgyereket. Nem azért mondtam, hogy valamilyen... Vagy kötelezni őket egy kerítésre, ahol de bemegy a gyerekek, és azt le fogok tomlani, és valakinek ott baja lesz. Mert onnan láttam, azért jöttem fel hozzád, akkor emlékszőre. Onnan láttam kiszorogni két kisgyereket abból a házból, de most az már egy különböző összeomolt ez a ház. Igaz, rögtön megnézek valamit. És ha most mit tudom én, egy vadhálóban, amiben oda kikudni vagy. Vagy milyen megoldást tudunk mit csinálni, és megoldani. Ezt tudom, meg tudjuk oldani. Hogy lehet-e lezárt területi, hogy belépni tilos, vagy bármilyen. Tudom, nincs kerítésem, hogy szabadok belemmel. De hát, hogy bármi figyelem felkeltő tud szabad-e kilopni. Hogy magánterület belépni tilos. Hát, csak kisgyermek tesz. Én. Jó, hát adjad, így nincs baj, addig nincs baj, csak tudod. Ja, hát jó, és ha olvasni, de tud már olvasni. Ott jönnek az ott a járda most. Rodda egyet meg, és ott az nagyon veszélyes. Ez komolyan mondom. Mert ha egy ingatlanról beszélünk, már pedig szerintem ugyanabban a csónakban ezen most, akkor azoknak a tulajdonosa, éppen több tulajdonosa van, azokat az ingatlanati közterületnek a lenyírására is felszólítottam, meg igaz, meg felszólítottam a ingatlanon belüli gazdnak a lenyírására is. Valamit csináltak, sőt, hát látványosabb, véleményem szerint ahhoz képest, amilyen volt.
de azt, hogy az önkormányzat itt kerítést építsen, tehát az önkormányzat legfeljebb a saját közterületen építhet akármilyen lezáró tereptárgyat, vagy elzárja az ingatlant, mert veszélyes, ennek a lehetőséget még meg kell vizsgálni, de a magánterületen semmiképpen sem. Közterületén szerintem van rá lehetőség. Ezen magam okoztam egyébként. Ezt még nem kapta egy zúrfát. Most nem elmasszionál volt némi gondunk a területtel. De ezt még nem. Két fal tájházom a falon. Az egyik a Sámáné, egyik a Nagy Zoli bácsi. Lehetjük itt a temető a Sámán. Mi annak a neve annak a háznak? Szalai Dezső, Szalai Dezső féle ház. Szalai Géza. Szalai Géza. Ja. Tudom, melyikről van. Ja, érintettük az ingatlanok életveszélyes nyilvánításával kapcsolatban, mert ugye van még egy ház, legalább ami életveszélyes, és pont a Fő utcámban, és még laknak is bennünk, de ugye ott kérdés akkor a lakhatásnak a megoldása, ami különben folyamatban van. Úgy néz ki, hogy meg lesz a díl, hogy megcsinjük két ingatlant egy lakhatóra. Ez a Szolai Géza féle háznál, azt hiszem, 19 vagy nem tudom, egy tulajdonos van, és megkezdték már az elidegenítést az egyik tulajdonosok, és talán idén vagy jövőre jár, de az a 10 éves tulajdonos, amikor senki semmit nem tett azzal az ingatlannal. Tehát egyszer volt egy komolyabb írtás az udvaron. Azt rendbe tették, de mindenképpen jegyző úr fel fogja őket szólítani, hogy tartsák karban, illetve zárják le, ha nem, akkor az önkormányzat megteszi, de a költségeket rájuk terheli. Jó? Oké. Köszönjük Zsolt az észrevételt, rendkívül fontos volt, és bízunk benne, hogy addig sem lesz különösebb probléma. Jó, akkor az zajvédelemmel kapcsolatos rendelet az itt elhangzott módosításokkal kikerül elfogadásra. És akkor azért felhívnám a saját magam, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőknek a figyelmét is, hogy tényleg az elhangzottak, az akkor utána azért nézzék, hogy a rendeletben visszaköszönnek, szerepelnek, nehogy elmaradjon. Jó? Köszönöm. Na. Ennyi. Aki elfogadja, akkor kérem készmagatásra jelzik. Köszönöm. A következő a kulturális mozgásokon alapuló hálózat létrehozása, Csetfényi kastély látogatóközpont kialakítása, tárgyú közbeszerzési eljárás, menedzsment tevékenységének ellátása. Igen, itt a kiegészítés hozzá. Ugye három részre kértünk előzetesen ajánlatot, amihez meg is kaptuk a legkedvezőbb ajánlatokat. Azt előzetesen szeretném tájékoztatni a képviselő tagokat, hogy a műszaki ellenőrzésnél csak kettő olyan tértezett időt döntés nem hozott. Tehát majd megérkezett a harmadik ajánlati ár, akkor. Jó, tehát mindenképpen tartsuk magunkat a szabályokhoz. Három ajánlat volt tudunk választani a kísérletnél, hogyha beruházások értéket meghaladja a 15 millió forintot, vagy a 25 millió forintot, attól függ, hogy építés vagy szolgáltás megrendelés, akkor pedig közbeszerzési eljárásokat folytatunk le. Ugye a közbeszerzés lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot a budapesti székhelyű Észkel Kft. Adta. A nála minimálisan, de rosszabbat ad a dr. Horváth Claudia ügyvédirodája, illetve még rosszabbat ad a dr. Kovács Altamás ügyvédiroda. Így a szerződés megkötését az Észkel Kft.-vel megkötni közbeszerzés lefolytatására. Az ajánlati árak nem tartalmazzák a hirdetménynek a költségét, a hirdetmény költsége az 80 ezer forint. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor kérem készfeltartásra jelezzük. Köszönöm szépen, Hatik. A másik a közbeszerzés menedzsment tevékenység. Itt ugye az új elszámolásoknál
feltétel volt, hogy 100% önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozásoknak kell ilyen tevékenységet végezni. Ezt azért hozta az állam, hogy a Széchenyi Programi Irodát, illetve hasonló szervezeteket részesítsen előnybe, de néhány nagyobb vállalkozás, mint ugye itt is látszik, az a Szóva ZRT, vagy a Bakony Balaton Kft. És a Vékeny ZRT felismerte ezt az üzleti lehetőséget, és mint 100% önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások ilyen tevékenységeket folytatnak és levezényelnek. Ezért mi bekértük az ajánlatokat, és itt a VKZRT tudja biztosítani a projektmenedzsment költségeket. Azt szeretném megjegyezni, hogy mind a közbeszerzőnél, mind a közbeszerzés és menedzsment tevékenységnél az itt feltüntetett árak alatta vannak a pályázatban az erre elszámoltató költségeknél. Tehát ugye nekünk erre célzott pénzünk van az uniós pályázatoknál az ilyen költségek elszámolására, ezekkel mi számoltunk is, terveztünk is, gyakorlatilag valójában teljes egészében a pályázat terhére kerülnek ezek kifizetésre. És akkor mindegy más térre felhasználhatom? Hát a minimális különbözetek azért itt vannak, megvan ugye 100-200 ezer forint soronként. Nagy csodák nincsenek, mert sok-sok feladat van. Tehát ugye itt nem csak például a projektmenedzsment szervezet, ami itt ebben esetben a VKZ-t adta a legkedvező bárat. Itt nem csak arról van szó, hogy magát a műszakfolyamokat ellenőrzik, ugye nekünk készítenek dokumentumokat erről, hanem utána a fenntartási időszakban is a jelentések elkészítése és hasonló tevékenységet ők végezni. Te azt mondtad, hogy azok, amit itt tehát megadtak ajánlatként, annál a pályázat sokkal több. Nem, azt mondtam, hogy azon belül van, mint a pályázatban elszámoltak költség, 3.250.000 vagy 3.300.000 forint van közbeszerzési tevékenység elszámolására. A második sornál a közbeszerzés bonyolítóra pedig 1.250.000 forint plusz áfa. Az 1.600.000 forint. Mindegyik azon a költségkereten belül van. Ami ott megmaradt pénz, ez volt a kérdés, ugye? Azt egy támogatási szerződés módosítással majd át fogjuk csoportosítani arra a sorra, amire éppen szükséges. Tehát ez egy átlehet. Igen, de az támogatási szerződés nem volt sem. Meg fogjuk tenni, amikor ugye ezeket a kiegészítő beszerzéseket letudtuk, hogy látjuk azt, hogy esetleg hol kerül több a tevékenység, hol kerül kevesebbe. Isten igazából szerintem a legnagyobb gondunk tovább is az építkezéssel lesz, hogy ott hol jutjuk meg a rendelkezésre. Jó? Akkor itt a VKZ-ért itt szeretnék megjönni, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tett, illetve megyén belül a cég. Elfogadjuk, azt kérem készfeltartásra ez. Köszönöm szépen, és akkor a műszaki ellenőrzés az valójában is egy későbbi esemény, de ott jelenleg ugye, mint említettem, két ajánlat érkezett. Az a véleményem, hogy két ajánlat kevés ahhoz, hogy mi döntést hozzunk, jelenleg is semmiképpen nem szeretnék, így ezt nem bocsátanám szavazást. Jó, ezt a következő alkalomkor be tudjuk hozni. Akkor megnézzük, hogy felszólítjuk az ajánlatot, a valamit ajánlatot, hogy pótolja hiányosságát. Jó, köszönöm. Következő napunk lenni pont az iparterület fejlesztésének ösztönzési célzó pályázat. Ugye arról van szó röviden, hogy a múlt héten erről egyeztettünk, hogy nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson, jelentős erőforrásokat kell megmozgatnunk. Nem elég ígérni, nem elég nagyon sokat dolgozni, még valami pluszt is nyújtani kell. Hosszú távon mindenképpen ugye az a cél, hogy a helyben élőknek biztosítsunk egy jó lehetőséget, hogy helyben tudjanak dolgozni. Ugye itt én már jeleztem azt is, hogy mind az oldalának, mind az iskolának nyitva tartását természetesen, hogyha meg tudjuk valósítani ezt a fejlesztést, akkor a gyárban lévő műszakokhoz igazítjuk, tehát 6 órakor közelében reggeles műszakokkal az oldalát fél 6-kor kell kinyitni, valaki fogadja a gyermekeket, megy a szülő dolgozni, leteszi, kéne dolgozni, végez, hazafele fölveszi, mennek haza, mindenki boldog. Ugyanúgy az iskolán az első, második osztályosoknál legalább egy termet ki kell majd nyitni, és iskolában tudják megvárni az iskola kezdést. Ugye itt gondolom a másodikosoknál is már valaki egyedül elmehet iskolában, de az elsősoknál azért senki nem akarja otthonhagyni, szerintem a gyermeket még másfél-két órára jól lenne volna a házban. De amiről ez a határozati javaslat szól, az az, hogy azon csetényi
lakosok, akik, tehát mondjuk nem tudom, rendelethez tartalmazni, egy csatéki lakhelyen rendelkezőek, nem idén sem a csatéki lakhelyen rendelkezőek, aki felvételt nyert az itt megvalósuló gyárba. Ugye a betonás időszak az Veszprémben történik meg, így a sikeres próbaidő letelte után 100 000 forintos támogatást kap az önkormányzattól, egy támogatási szerződést kötünk, majd akkor áthelyeződik a Csettingi üzemegységbe, átkerülnek ide, akkor további 100 000 forint ajánlunk hozzá. Erre végeztem egy gazdasági számítást is, megvizsgáltam azt, hogy mennyiben a beruházás, és ugye ezek a fizetési kötelezettségek kizárólag abban az esetben lépnek hatályba, hogyha az üzemünk megvalósul. Tehát nem teszünk lehet, hogy valakinek fizetünk, hogy menjen el máshol dolgozni, hanem ezt csak azért tesszük, hogy az itt lehetőségnek még több muníciót adjunk, hogy ténylegesen meg tudjunk valósulni. Ugye akkor fizetünk, amikor belép a szerződésbe valójában, hogy csak az itt megvalósuló fejlesztés esetén. És ugye garantáljuk ezáltal a munkavállalóknak is, hiszen a munkavállalóknak a saját munkaszerződésükben már szerepelni fog az, hogy a Csettingi gyárba áthelyezésre kerülnek, amint az megépülnek, és 2018. június 1. valójában áprilisben, inkább június 1. És durván 50 főnél 10 millió forint építési adóemelkedés várható a településre. Pont egy évnyi építési adót lövünk el a következő évet már az önkormányzatnak az anyagi javait, tehát a település anyagi javait szolgálják. Röviden 150 főnél 30 millió. Én azt nem igazán értem, hogyha valaki csak letölti a próba idejét, és utána nem akar itt dolgozni, és megkapja a 100 ezer forintot. Hát aki jelenleg munkahelyet vált és eljön, tehát a munkaszerződés úgy fog kinézni, hogy a munkaszerződésben meghatározás kerül, hogy Csettingbe átjön dolgozni. Tehát úgy veszik fel. Jó, de hogyha letölti a próbát, és fogja magát elni, és megkapta a 100 ezer forintot. Gratulálok neki, ez a mi üzleti kockázatunk. Amikor ez már megvolt, tehát amikor ez érvénybe lép, és elindul, akkor ez a fejlesztés már biztos, hogy megvalósul. Nekünk az a fontos, hogy a fejlesztés ide legyen. Célpont írja, hogy... Tehát egy évben belül, hogy ő mond fel, vagy neki felhatózkosítik be, akkor vissza kell fizetni, az van benne. Ez is jó. A próbaidő alatt nem is fizetünk senkinek. Tehát a próbaidő lejárta után van az első kifizetési pont. Jó, de tehát lejár a próbaidő, megkapja a 100 ezeret, és akkor nem köti meg a szerződést. Vagy akkor csak akkor a munkaszerződés, a munkaszerződés az kell ahhoz, hogy próbaidő lejár. Tehát ugye úgy történik, hogy most mondjuk tanárul fiatal, most idős, mert 40 évvel ezelőtt vagyunk, és még nem végzett az egyetemet, el akar menni dolgozni. Első lépés, munkaszerződést ír alá. A munkaszerződésben vállalja a feltételeket. A munkaszerződés mindig tartalmaz egy próbaidőt, bárhol máshol, ami ebben az esetben 3 hónap, hogy a 3 hónap alatt bárki felmondhatja mindenféle indok nélkül. Akár azt mondja, köszönöm szépen, nekem ez nem tetszik, elmegyek, vagy jár, azt mondja, köszönöm szépen, nem kell ez utamra, elmész, akkor nem fizetünk. Amikor vége a próbaidőnek, az 3 hónap, tehát utána lesz végleges munkaszerződése a munkavállalóval. Nincs az, hogy elmegy, meg hogy pattogni, ugye ezzel azt próbáljuk erősíteni, és akkor kap tőlünk 100 000 forint támogatást erre. És amikor megvalósul itt a gyár, tehát ez durván még 3 hónap, hiszen én azt számolom, hogy ha jövő héten sikeres döntés van, akkor szeptember elején szerződéskötés van a NIPÜF-fel, a Nemzeti NIPÜF, igen, NIPÜF-fel, és ugye azt becsültük múlt héten, amikor egyeztettünk, hogy 6 hónap alatt készítik el a teljesen kész gyárat. És akkor az áprilisra tud nyitni, és amikor ide átjönnek már dolgozni a munkavállalók, akkor kifizetünk még 100 000 forintot. Az a 100 000 forint Isten igazából azt szerintem az kvázi feleslegesebb pénz, hiszen már mindenki azért él, hogy helyben dolgozzon, de azt én mégsem szeretném, hogy annyira megterheljük a 2017-es költségvetésünket, hogy ennyire előre elköltekezünk. Tehát az már nekünk is egy biztosíték, hogy akkor már a cég ide termel, innen fog jönni az ipörözési adó, ugye fizet majd előleget is már 2018. szeptemberében. És akkor ezek lennének a mondások jelen.
Tehát a próbaidő 3 hónap. Mm. És akkor, ha lehet a próbaidő, akkor Veszprémbe alkalmazni fogják addig. Amíg... Hát a próbaidő alatt is Veszprémben dolgozik. Jó, azt persze, mondom, persze, de amíg persze. Itt meg nem épül. Így van, így van. És a munkaszerződés is úgy kerül megkötésre, hogy amíg a csetényi üzemegység fel nem épül, addig a Veszprémi üzemben kell munkába járni, amihez munkába járáshoz gépjárművet biztosítanak, vagy egy buszjáratot adnak, aki igényel meg lakást biztosítanak Veszprémbe. Ez szerintem nagyon durva. Majd holnap este megmondom, hogy lesz-e projekt, vagy nem. Nagyon. Én a esküszön nem hittem volna, hogy az 50 ember sok ilyen feltételek mellett, hogy jobb fizetés van elméletileg, mint Veszprémben, jobb fizetés van, mint Móron, helyben van az önkormányzat, hozzáigazítja az óvodát, az iskolát, a szolgáltatásokat, még pénzt fizetünk, és kvázi könyörülünk. Nagyon, nagyon benne. Az a baj, hogy tudod, hogy tehát maga a cégeknél ugye a végkielégítéssel halnak rengetegen. És ugye... Na jó, pedig... az egy bizonytalan dolog már. Ugye, így van. Én értem, de a végkielégítés a rendben. Nem tudod elmondani. Mindenki beigénytét. Héten bejött a pont egy ismerős, találkoztam, és pont, hogy úgy jelentkezem már a végkielégítésre. Igazadban bárja. Mennyi? Hát, több millió. Hogyan? Hát 3 havi, tehát 2 hónapot kap, plusz a kollektív szerződésben kilogiztak még 1 hónapot, hogy ő nem tudom mennyit szokott túlórázni, hogy ennyi volt az elmúlt 1-2 havi fizetése, azt beszorozza 3-mal, várják, plusz még van felmondási idő 45 nap, azt hozzáteszik, ennyi a bruttó, az ennyi cash. Nem tudtam elmagyarázni neki, hogy a végkielégítést az alapbérből számolják, nincs benne sem túlvonal, sem pótlék, sem jelenléti, sem kafetéria, semmi. Tehát a Móron dolgozó embereknek a jelentős részének az alapbére az mondjuk bruttó 150 ezer forint. Én állítom, mert az összes többi az pótlék, a bruttó 150 ezer, nem 110 ezer nettó, vagy nem, valami ilyesmi. 850-850. De a pótlék azok rámennek. 98.250-nek a nettója, és tényleg akkor kollektív szerződésben legyen még ugye nem 2 hónap, hanem 3. A felmondási a felét le kell dolgozni, tehát 3,5 hónap, azt hozzuk, az 350 ezer forint. Ezzel szemben, ami ő mit mond? Nem, mert ő ebből kap 1 milliót. Én nem tudom neki megmagyarázni, hogy az nem jön ki, mert hogy van közte el, van fizetési kötelezettség. És mi a 350 ezer forint a szemben mit mondunk? Ütemezett felvételt mondunk, gyere el, fizetünk 200 ezer forint nettót, és helyben lesz a munkahely, ami nem 150 ezer bruttód lesz alapból, hanem úgy néz ki a mostani bértárgyalások során, hogy az éves átlag fizetés havi nettó 160-150-160 ezer forint nettó. Nem érti meg. Hát én sírni tudnék. És én azért mondom azt, hogy a beruházás azért nem valósul meg, mert mi nem tudtunk összeszedni 50 embert, az olyan, mint az óvodánál az első társai munkák, hogy az a település szégyen. Ha az embereket ez nem érdekli, én elfogadom, hogy a végkielégítésre várni kell, de azt is nézzük már meg, hogy a néhány cég, aki Móron dolgozik, tisztelt a kivételnek, hány névváltoztatáson ment keresztül, az egész egy összeszerelő üzem, ami az adóelkerülésre alapszik, hiszen azért van 5 évente névváltoztatás, de mi olyan változást igyekeztünk idehozni, akinek az ember az érték. És ez mondjuk jó néhány nagyobb multinál már nem mondható el. Olyan céget igyekeztünk idehozni, olyan céget tárgyalunk többen, aki 20 éve Magyarországon van, nem változtatja a nevét, kiszolgálja a dolgozókat. Tehát, amikor múlt héten a NIPÜF-fel volt az egyeztetés, és a törvény meghatározza, hogy a munkás szekrénynek milyen szélesnek kell lenni, hogy egy embernek mennyi helyet kell adni. Nagyon jó volt. És akkor mondja a fejlesztő cégnek az ügyvezetője, NIPÜF-nek, hogy 4-szeres szószót kell odaérni. Ugye nekik akkora hely kell, hogy egy munkavállalnak, ne így, mint a heringek, hanem normális körülmények között tudjanak öltözni, ergonomilag is fontos. Ez egy ilyen cégnél tényleg azt mondhatjuk, hogy érték az ember. Lehet, hogy Móron is van jó sok ilyen cég, csak ezeket mindenki titkolja. De ennél többet nem tudom megtenni. Tehát én ha belerohadok, nem mehetek oda is dolgozni. Gesoknál most volt a héten bér megegyezés, vagy béremelés, és akkor
ott a, ha jól tudom, de a pontos részleteket nem tudom, nettó 170 ezer forint az újonnan érkezők, és felzárkóztattak mindenkit, és arra jönnek a kafetériák, vagy hát az egyéb juttatások. Tehát akkor bíznak benne, hogy olyan nettó 180 ezer forintot a három iszak. Na, a gestapon kiúlott az emberek fogai. Tök jó. Ez meg eredményben összeszervezem, nincs annyira kitéve a, az autóiparnak, hiszen mondjuk a, az a cég, akivel tárgyalunk, a település határán lévő Vestas szél erőművekben az ő rendszerei dolgoznak. Bárhol elmész, nem voltunk, azt hiszem, hogy a húrgógépekre pont beszéltünk, és abban is ezen cégnek a szenzorai vannak. De sokkal szélesebb a felhasználási terület. Meglátjuk. Én tényleg azt gondolom, hogy a képviselőtestület, meg itt a szervezők előtt is le a kalappal, ennél többet nem lehet tenni. Hogyha ma valaki azt mondja, ennél ezt lehet jobban csinálni, akkor megjelölhet a kalapomat. Én mindig úgy értékelek egy projektet, ha nyerünk, értékeljük azt is, hogy miért nyertünk, ha nem nyerünk, akkor azt értékeljük, hogy mi az, amit elmondottunk. Ezt a projektet jó néhányszor végigvette Mátor Z, mi az, amiben még többet hozzá tudunk tenni. Jelenleg nem tudom elképzelni. Az autóipari gyárakból is a valószínűleg egyet, mert a cégre direkt hogy rengeteg gyártósorban, a gyártósorokban nagyrészt ennek a cégnek a szenzorai vannak benne, amivel működnek a sorok. Hogy lehet én? Nem tudom, hogy elhozott a képviselő választ, hogy mennyi elkező van. Múlt héten pénteken én ugye 9 emberrel egyeztettem toborzás szempontjából. Jó, állítólag egy-két feliratkozás van, talán több is. A holnap minap kiderül. Ma több van telefon. Holnap, ugye? Holnap reggel 7:30. Egyszer egy baj van. Idáig senki nem jutott el. Főleg az, aki kommentált. De komolyan. Esküszöm. Igen, tudom. Tehát ezt valahova más? Hát ugye holnap reggel 7:30-tól 9:00-ig tervezünk tartani egy formát, illetve este 5:00 után. De ezt te látszod a végét. Itt a hivatalban? Itt a hivatalban. Itt. Kíváncsi, hogy mennyi eljön. Nem olvasták el a végét. A végét lehet, hogy nem olvasták el. Te nem olvasod, de szégyed magad. De például a nagy rementát közvetlenül ma legalább 15-20 telefon találta meg. Jászról, Olaszfalú, Nagy Esztergál, Zirc. És ezek szerint volt olyan, aki igényli a tudást, és gyakorolja az olvasást, és végigolvasta. Jó, hát én nem keresek munkát, jó, ez holnap, hát az a baj, hogy nem sokan keresnek munkát, jó. És a mi projektünk pont erről szól, hogy mindenki képzett, de gyere helybe dolgozni. Okosabbak leszünk jövő héten mindenki. Persze van egy B-tervem, de mindenki. Azt adjuk. Tehát ha holnap, hogyha esetleg nem valósul meg ezeket a feltételek, akkor... A holnap? Akkor... A holnap azzal még nincsen baj. Nincs mi nagy baj. Igen. Akkor egy kör még futatunk át. Akkor erősebb kört. Ennél erősebb kört nem lehet futni. Hát tudom, hogy reggeles vagy... Azért van holnap délután 5:00, és van egy reggel 8:00, okay. Hogy minden érintett itt tudjon lenni, aki itt akar lenni. Meglátjuk, ha holnap jönnek 20-30-an, akkor ezek a hírek tovább mennek, még több ember, aki segít ebben nekünk, még több információt tudok megosztani, mind a várható béremelésekről, mind az egyéb céget érintő dolgokról. Én úgy gondolom, hogy van olyan, amit nem akarok leírni, és nem is szabad leírni. Mindenképpen a település egyik jövőbeni zálloga lehet ez a fejlesztés. Ugye a másik fejlesztés az iskolának a fejlesztése, ami hogyha összejön, akkor az megint minket erősít. Igen, és megfelelően mondani, emlékszettem rá, hogy ennek a cégnek a termékei, hát mikor 80-ben mentem oda a bányához, akkor ezek a termékek, hogy a kasnál, meg a szintézik, hogy ezek a termékek működtek akkor már. Én nekem. Azért. Tudom már, ha kollégával beszéltem. Hát ha jön, akkor megtanulom a németül. Ismét. Beszéltek a mondatot. Jó, tehát ennyi lenne. Jó, gyakorlatilag ez a támogatás, ugye úgy tudom, hogy akkor támogatás szerződés kerülne megkötésre mindenkivel, ugye egyenként. Pályázott, ezt támogatás. Pályáztatunk, tehát mindenkit.
mindenki egy ilyen pályázatot, amit mi értékelünk, elfogadunk. A pályázatnak a feltételrendszerét azt valami ki kell találni, hogy megfelel akkor, hogy a munkaszerződése van. Három pont itt, hogy az A pontban van az, hogy a próbaidét letöltötte, az első 100 000, a másodikban van az, hogy de a pályázatnak a feltétel. Az a feltételrendszer. De mindenki adjon pályázatot, ezt előtte be fogják adni, és azt, hogy befogadjuk, hogy ahhoz kell teljesen egy pontnak, hogy van aláírt munkaszerződés. Itt van. Az nem a kifizetés még, az csak, hogy befogadjuk. És a befogadásnál azt mondjuk, hogy akkor van támogatási szerződéskötés, vagy akkor van kifizetés, hogyha ez a két pont is megvalósult, akkor a kifizetés. De először be kell fogadnunk a pályázatot, ezt meg fogjuk oldani. Jó? Jó. Itt tudjuk hivatalosan is lehet. Jó, ezt elfogadhatjuk, akkor kérdezik, igen. Hogy mi volt a benyomás, akikkel sikerült személyesen beszélni erről a támogatásról kapcsolatban? Ezek sok mindenről beszéltünk, és pozitívan állnak hozzá, de meglepődtek egy kicsit ők is azon, hogy nem olyan egyszerű, hogy erősek a falak, de mondtam, hogy a falak azért van, hogy erős. Ingyen nincs ebből. Ez olyan, mint a támogatás, meg a segít. Nincs ingyen. Semmi sincs ingyen. Végül se volt. Csak valaki azt hitte. Nincs. Dolgozni kell érte. Ha meg akkor csak regiónak kell lenni. Ha nem nyerünk, nem mi vagyunk a legjobban. De olyan nincs. Jó? Aki elfogadja, az készfeltartás kérdezik. Köszönöm. Egészségház fejlesztés csetinen pályázat során felmerülő előkészítési feladat ellátása. Én csak emlékeimből idéznék, amikor döntöttünk arról, hogy magát a pályázatot adjuk, akkor erre megbíztunk egy külső szakértő céget, és az volt a feltétel, hogy akkor fizetünk nekik, amennyiben a pályázat sikeres. Talán erre a képviselőtestek is emlékeznek, hogy ugye a másik két pályázatnál volt már egy előzetes számla is, amit ki kellett fizetni a pályázati dokumentum megírásával kapcsolatban. Ebben az esetben viszont az volt a feltétel, hogy ténylegesen támogatási szerződés kerüljön megkötésre, és ezt a testület akkor jóvá is hagyta 2016 elején. De ahhoz, hogy ezt a számlát ki tudjuk fizetni, ahhoz még most kell hoznunk egy testületi határozatot, a jegyző elmondása szerint valójában. Ez az összeg a támogatási szerződésben különben elszámolható. De akkor most mit akarjuk az összeg? Azt, hogy megírták a pályázatot. Mert ami itt van, hogy a pályázat során elmerülő előkészítő feladatok ellátása, ez semmit nem mondó ez a hát beadtunk egy sikeres egészségházas pályázatot, ahhoz írtunk egy emkevés dokumentációt, csináltunk előzetes terveket, feltöltöttük az RPTK rendszerbe, a hiánypótlásokra válaszoltunk, az egyeztetésekre az új ember bejárt, a MÁK-kal egyeztetett, hogy megtörténjen a támogatásról kifizetése, és van a számlánkon 57.939.706 forint. Tehát akkor tulajdonképpen mindent megcsináltak, ami... Igen, csak nem fizettünk egy forintot sem itt. Mert az volt az elején a mondás, hogy akkor fizetünk, ha nyerünk. Jó, mert ebből számomra nem derült ki. Jó, ez csupán ennyi, tehát ő ezt a munkát megcsinálta. Ez a pénz elszámolható a pályázatban. Lesz neki egy következő ajánlata, mert ebben a pályázatban viszont nem tettük bele a projektmenedzsment szervezetet, hanem saját belső humánerőforrásköltséget számolhatunk el. Így a projekt végigvitelére, fenntartási időszakára majd őtőleg kapni fog még egy ajánlatot. Ami szerintem már meg is érkezett, amely a következő testület ülésen azt behozunk. A munkájával különben én úgy gondolom, hogy elégedettek vagyunk, mert tényleg összeszedett. És talán ez a pénz volt itt először. Jó? Akkor egyébként még nincs valamelyik papírból, hogy valamelyik kicsit. Tessék? Az ipartalmat nincs, hogy hiba van a rendszerben. Megvan a pozitív támogatói döntés, ezt nem lehet visszavonni, hanem ugye ezt ki kell nyomtatni egy központi rendszerből, és van valami rendszerhiba, és nem az összeg jön ki, ami mi nyertünk, hanem kevesebb jön ki 3 millió forintra. De ez csak formai. Tanár úr, egyébként ez egy elfogadható elmény az
azért több céget ismerek személyesen, és ez a ekkora összegnél 60 milliónál lehetett volna 1 millió 8, 1 millió 5 körül, ami millió alatti van, szerintem az egy korrekt. A munka egyébként rengeteg volt, amit ő neki kellett ezzel, hogy a pályázat le tudjon zárulni, hogy lefogadhatóvá tudták egyszerűen tenni, meg a hiánypótlásokat elvégezték. Nem az összegére, nem tudtam, hogy mit takar ez a mondat. Most a hiánypótlások is sokszor olyanok, hogy amire számít az ember, biztos, hogy nem azt hiánypótoltatják. Elfogadja, azt kérem készített adásra jelenti. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont. Menjünk tovább az, ami szerintem tárgyalható. Még nem rendelünk ez át. A feltételes közbeszélés az iparterülettel kapcsolatban ugye megvan a pozitív támogatói döntés az iparterület pályázatunkkal kapcsolatban, viszont nincs a támogatási szerződésünk még, ami csupán egy ilyen belső rendszer hibából adódik, de hogy a mindenki által ismert fejlesztés miatt el kéne kezdenünk a közbeszerzési eljárások lefolytatását, fel kéne kérnünk közbeszerzőt, tervezőt, ültek utána, hogy a kiviteli tervek segítségével elkészüljön majd a tényleges közbeszerzési bírás, és most arra kérek én felhatalmazást, hogy a tárgyalásokat, illetve az ajánlatokat akkor bekérjem, illetve esetleg rendkívüli esetben döntéseket hozhassak arról, hogy minél előbb elkezdhessük a közbeszerzési bírást. De rendkívül esetét én úgy értem, hogy azt hiszem, hogy jelenleg másfél millió forintig, hát 500 ezer, vagy másfél milliói váltó kötelezettséget, ugye? Már egyszer megszólalt. Nem. Talán nem vett a másfélre. Én 500-at kértem, és talán úgy dobtam másfélre. Annyi, hogy ugye itt magát, amit mondjuk én eldöntenék, hogyha itt van a három ajánlat, ami a közbeszerzésre vonatkozik, hogy haladta volna a keretösszegnek, akkor hadd menjen, tehát azért mondjuk ne legyen testületülés, hogy a közbeszerzést elkezdjük el előkészíteni. Ez most melyik ajánlat? Ez most az iparterületes. Az rendkívüli. Az nincs azon alapon. Nem. Még nem kértük be tanárul az ajánlatokat. Az nem iparterület, az... Hárfokrendű gondhoz. Az a színes. Jó, ez az iparterületes. Itt annyi, hogy akkor én bekérném, ha bejönnek az ajánlatokat, akkor kiértékeljük őket, és akkor döntünk, hogy ha valami probléma van, vagy túl van a másfél forinton, azonnal jelzünk. Miattam lehet rendkívül is, hogyha ragaszkodik hozzá a testület. Ugye itt mindenképpen bőgősen kellene most haladnunk. És az is volt szó, hogy mind a hármat nem kezdjük el egyszerre. Nem is kezdjük el. És akkor most a temezés, akkor milyen sorrend? Iparterület. Az most felüljönnek mindent, hogyha úgy állunk július 28-án. Az egészségházat szeretnénk viszont idén, hogy az volt az esélyi egészségházat építünk, jövőre iparterületet, és jövő év végén elkezdik a kastély. Tehát annak egyéb feltételének meg kellene. Most azzal, hogy közbeszerzőt kiválasztunk, meg hogy a tervezőt, vagy a projektmenedzsment szervezetet kiválasztjuk, az nem azt jelenti, hogy elkezdjük a munkát. Ezen már túl vagyunk, elkezdődnek a tervezési szakaszok, és majd elkezdjük a közbeszerzési eljárás. Ez nem tud elkezdődni jövő héten, ilyenről most nem döntöttünk. Csak az, hogy a kastélyos pályázathoz tartozó egyéb szakértők tevékenységre kiválasztottuk azt a céget, akivel majd együtt fogunk dolgozni. Ez csupán ennyi. Most nem fizetünk senkinek sem. Előre megyünk, de nem csinálunk fejlesztést. Tehát a kastély biztos, hogy egy kapavágást nem teszünk idén. Tehát ez a legutolsó. Az 1100. És ez áll a leg... És... Majdnem. Majdnem, mert még néhány feltétel teljesméket. Ugye amit én mindenképpen idén szeretnék elkezdeni, és 2018 első negyedévében, vagy fél évében befejezni az egészségház. Ugye a két anyag, az iparterület, vagy az egészségház teljes egészében eltér egymástól, hiszen az iparterületben egy mély építővállalkozással fogunk szerződést kötni nagy valószínűséggel, az egészségház nem egy magas építő céggel. Jó? Ennyi. Hogyha akkor tárgyaltok meg, bekérem meg másfajnak szerződtetek, akkor erre készít a jegyzőről majd egy. Hogy elfogadható. És akkor ott is tudunk haladni.
Elfogadható? Kész van? Kész van. Nagyon jó. Egy ipari park kiportrétek fejlesztése megnevezési pályázati kiírás kapcsán az Őrbakonyért ipari park megvalósítására, a pályázat megvalósítására feltételes közbeszerzési eljárás indítását rendeli el. Felkérjük a polgármestert a szükséges indikatív változók megkérdésére, még annyit kérnék hogy másfél nő korintig a szerződések megkötésére. Csak a pörög. Jó? Jó, és akkor az egészségházban, amikor kezdjük el a közbeszerzés? Az egészségházban? Azt is elkezdjük. Most a kivitelő terveket már készítjük, és az augusztus ülésen meghozunk az összes szükséges döntést. Addigra a látványtervet hozunk mindent. Az egészségháznál a Resztény Gáborék csinálják a kivitelő tervet. Ugye arra volt már egy, a pályázat beadása előtt már egy ilyen előzetes anyag, és ők azon már nagyon-nagyon dolgoznak. Illetve annyival könnyebb helyzetben vagyunk, hogy az egészségháznál a keretösszeg az lehetséges, hogy sima három ajánlattal is meg lehet oldani, és nem kell közbeszerezni. De hát nem a pályázat előtt kell terveket elkészíteni. De a, hát a topoknál. Semmi nem volt tervek. Nem már kész terveket kell. Nem, a top az ebben az esetben rendkívül jó volt. Hát a kastélynál van egy, beírtunk egy 70 négyzetméteres, ajándékbolt is van benne a kapunál. Hát azt most le is vesszük, mert átrakjuk a pénzt a kastélyra. Másképp születnek el ezek a döntések, mint ahogy a józan ez nyitán. Elég politikus volt. De az önkormányzatnak ez a szerencsés gondol, mert náluk, hogyha meg tudtunk-e volna finanszírozni 15 millió forintot a tervekre. Mikor úgy megfinanszírozzuk, hogy mesélünk a terveket, beadunk egy helyzetet, és vagy nyerünk, vagy nem. Egy vidéki önkormányzat, egy telepési önkormányzat erre képtelen. Tehát ezért úgy írta ki a döntéshozó, hogy nagy vonalakban leírtuk a pályázati elképzeléseinket, mérföldköveket határoztunk meg, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, és az első mérföldkő az az lesz, hogy kész tervek. De ugye azt már a pályázati forrásból tudjuk finanszírozni. Ezért csalók az, hogy milyen rengeteg pénzt kaptunk, hiszen ez a rengeteg pénz, ez nagyon sok megelőző dokumentumra el fog menni. Tehát ugye az óvodánál azért 10 millió forint fölött fizettünk ki valójában a tervekre, meg az engedélyekre, meg mindenre. Amit azért mi a saját zsebből kitoltuk, ugye ott azért rengeteg volt a hozzáadott. És itt előre láthatom a három pályázat, mennyi nevezik, hogy önrészt. Mennyi pénzt fogunk összesen kifizetni? Hát, tehát ön a 6 milliót. Háromra összesen? Nem. Az mondjuk az is, hogy nem. Hát a 400-at. Igen, mert ugye úgy van, hogy 98%-os támogatás, vagy 98,8%-os támogatás volt. A 98-54 van a turisztikának, 96-97 van a... Nem. Na, akkor melyik? Hát színpartélet. Nagyon jó, színpartéletnek, és 100%-a az egészségnek. És a következő, amit tárgyalunk, az is 100%. Mert még egyetlen beadnak, hogy legyen el valami jövőtés. Jó? Jó. Zöld? Zöld. Köszönjük szépen. Ide is eljutottunk. Jó. Akkor ez a úgy kiegészítő, hogy máson informatív szerződést kötelek, jó? Köszönöm. Következő napi rendi pont, a csapadék tízelvezetés kapcsolatos pályázatnak a benyújtása. Itt annyi, hogy a pályázattal kapcsolatban, hogy a top második körre is maradtak források, nagyon szűkösek a források. És amikor megnéztem a lehetőséget, akkor én úgy gondoltam, hogy a település csapadék vizelvezető rendszerét ugye az előző ciklusban sikerült többé-kevésbé megvalósítani. Azt már sajnálatos tény, hogy a
hihetetlen, hogy a lejárt a fenntartási időszak, és mondjuk pont a melyik utcában, Táncsics, Dózsa György utcában egyik reggel a rubajlás, és leomlott az állap. Összecsúszott az egész. És akkor most a, rögtön mondom, hogy mely utcákat érinteni a csapadékvízelvezető rendszer. Ennek a kialakítása. A József Attila utca lenne csapadékvízelvezető, amit szeretnénk a pályázatban beadni. A Bem utca. Táncsics utca. Aki a Sallai, nem pontosan. Sallai utca. És a Rákóczi utca. Kettő olyan rész van, ami kritikus. A Sallai és a Rákóczi. A Sallainál az, hogy a Sinka Péteréktől le kell folyatnunk a vizet Kottyánékon keresztül az Aranyáros utcába. Ott kell egy szolgalmi jogbejegyzés, illetve ott a teretárok kialakítás. Ez a lakókon fog múlni. Behívjuk, partnerek, lesz árak, nem partnerek, nem lesz árak. Nem tudom, mit csinálják, nem emeltek föl, nem emeltjük fel a vizet. És a másik a Rákóczi utca, ami a Sinkáéktól lejuttatni a vizet a Törekvés utcába. Az lesz még egy erős feladat. Mert két, nem tudom elközben, hogy a mély átkot építsünk, amíg kifolyik a Petőfire. Hát abból a zsiráf se lát. Eddig jó. Matyi, nem mondanám, folyt le a víz? Hát de a Sinkáéktól hogy hozod ide föl? Persze. Hát jó, az a legmélyebb pont. Igen. Ez a pályázat itt nettó 60 millió forint lenne, azt hiszem nettó 60, ugye? Azt hiszem, mindegy. Ennyi utca belefér? Hát azért az előző csapadékvízelvezető rendszer kialakítása némileg drága volt. Csak a Petőfi meg valami. 3 millió. Ez sok áll. 3 kilométer. Itt ennek a távolsága, ugye itt a Rákóczi utca a legnagyobb, mert ha a József Attila utcát nézzük, az 600 méter. A Bem utcánál azért nem kell olyan árak kialakítás, hiszen tényleg ilyen folyókával megoldható. A Táncsics utca úgy szintén viszonylag kicsi méretű, ugye kész elemekből gondolkozunk, a Sallai utca is, ez messze nincs 3 kilométer, ez a mostani. És én úgy gondolom, hogy a mostani beszerzési szokásaink mellett a 60 millió forintból nagyon sok. És akkor ez a Rákóczi út egészen a vízvegyi folyóig. Nagy bajok vannak, tudom, a nincs eszméletlen, hogy hogy kimosta. Így van. Tehát ez mindenképpen problémás. Az biztos vagyok benne, hogy a tervezővel, amikor beszéltem, azt kértem tőle, hogy nekem ne lapokkal tervezze meg a kivitelezést, hanem kész elemek legyenek lehelyezve. Szerintem az elemek lehelyezése költséghatékonyabb is, gyorsabb is és jobb is. Mondjuk a Dózsa György utcában pont ami elem volt, azt tölt kivitjává. Az elem tölt ketté. Hát akkor most. Mert ráhelyeztek még két sor lapot. És olyan terhelés volt rajta, meg még a végén lezárták egy nagy betonnal. Adj neki. Az egyik oldalon ilyen magasabb volt az állap, a másikok meg ilyen. Ezt mondjuk megint nem értettem. Ha már ilyen magas, akkor arra már elment a víz, nem? Gondolom egyszerű fizika, ugye? Az egyik oldalon kimentett ki, nem fog ott maradni fal nélkül. Megpróbáljuk. Hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor a csapadékvízelvezetésünk szerintem kész van a településen. Különben megcsinálták akkor abból a pénzből a Kossuth utcát is, nem? Igen. Hát azért abban voltam sok munka. Jól is nézett. Kiserettek fizetve néhányan, meg még is ráfizettünk egy keveset. Még azon a kis közös, amit kéne csinálnunk, tudja csak a, ami megy le a Kövesdi utca, és akkor elsújtjam részbe az a kis... Ott van ára? Ára van, meg a bitumen kéne. Nem bitumen. Ott van egy gondolom. Bénat, Tóri, mert ott lefelé megy le.
viszont ott vége van. Ott lemegy a földre, és ott a kottyáreknek a földjének össze, és ott beszakadt az egész. Ott oda menni a víz nagyon. Ami követni valamit. Igen. Azt tényleg azt kérték is. Sok ilyen van. Alud források lesz, tehát elég nehezlen. Jó, tehát erre pályáznak most, és itt a projekt előkészítési terv dokumentáció elkészítésére kaptunk egy ajánlatot 120 ezer forintot. Itt ez valójában a mi kockázatunk. Ez a 420 ezer forint ebből ugye összeáll egy ilyen összen vízvédelmi terv, elkészülnek a megalapozó dokumentumok, ez még nem hatályos építési engedély, vagy vízügyi hatósági hozzájárulás még nincsen hozzá, de olyan állapotban van, hogy beadható. Szerintem a csapadékvízelvezetési rekonstrukció folytatása az elengedhetetlen, tehát a testületnek ezzel mindenképpen foglalkoznia kell. Ezeket a terveket későbbiekben is tudjuk használni, tehát az, hogy kidobott pénz az alkotmány, az nem állja meg a helyét. Hogyha nyerünk, akkor nagyon boldogok leszünk, hogyha nem nyerünk, akkor viszont lesz egy olyan terv, ami alapján csinálhatjuk majd a engedélyköteles terveket, és tehát azért 2019-ben szerintem tudunk építeni sok-sok párkot. Most más mit építenünk még? Szerintem más nem kéne mostanában legyen elég ennyi időszakra. Jó? Ha elfogadjuk, akkor... A nettó 60-at is bevérhetjük az áldozatban. 60 legyen. Jó, aztán majd rákérdezek, hogy nettó van a forrás vagy a forró, jó? De még egy 60, szép szent. Jó, akkor határozott így elfogadjuk. Következő napi rendi pont. Nyári tábor, költségelők támogatása. Hát itt van nekünk egy családsegítő szolgáltatásunk, akinek rendkívül szép elemzését olvashatunk a 2016-os év teljesítményéről. A 2017-es évvel kapcsolatban is a munkát László tovább folytatja. Csavaly sikeresen levezényelt már egy pályázatot, ami betonban az erdőbe kettő fantázia nevet viseli. Lehetne egy visszatérés a betonból az erdőben, három, visszajövőben négy, de ez a program neve. Nem tudom, ilyen 30 körül gyermekkölt számunk van jelenleg. A László csinált egy egyszerű költségvetést, 104.800 forintban határozta meg. Itt látszik az, hogy némi egészséges táplálkozást mellőzve elég sokat akarnak édesség és rákcsinálóra költeni. De ez mellett legúj múzeum, látogatás, utazási költség, értelmeszerűen ásvány, víz, illetve emlékeknek a nyomtatása, masztizanyomtatás is megvalósulhatna. A 40 részvevő gyermekkel számolt. Ezt határozati javaslatot hozott be talán a jegyző úr. Most igen. Most ő hozott be, eredetileg az volt, hogy én erről adnék egy tájékoztatást, mivel ugye dönthetnék ennek a kifizetéséről. Ezt ugye nem adjuk át a családsegítőnek, hanem valójában a számlámét hozzá is elszállítjuk az alapján. A kezdeményezés jó, a gyerekkező gyermekek pedig száma is magas. Tehát 40 gyermek az sok. Szóval ezt az önkormányzat szervezi. És milyen korú gyerekeknek szervezni, és mikor? Július utolsó hete. És itt van egy hét, hétfőtől péntekig tart, minden nap reggel 8-tól este 5 óráig látható itt a testületi anyagban, benne van. Csak az, hogy mikor? A július utolsó hete. Lacinak nálam sokat segít a megítélésének ennek a programnak megtervezése, vagy megtartása. Elszámol a pénzzel. Jó? És kell a gyermeknek hozzá befizetni, vagy ez teljesen ingyenes? Azt hiszem, ez teljesen ingyenesen vagyok. Lehet, hogy kért 200 forintot valami, kicsi összeget lehetséges, hogy kért. Megvan össze, hogy ezt most nem tudom. Megkérdezem? Lehet, hogy valami 100 forint. Kajára. Mert hogy főzünk. Megkérdezem tőle, jó? Teljesen ingyenesen vagyok. Akkor nem lehetne bírni a létszáma. Igen, szerintem az a háromszor érkezést azt a kormányban ugye 500 forint per napidíjból. Itt vannak különösen szociálisan érzékeny esetek is, amiket viszont támogatók.
Jó? 11800-et elszámoltak egy kocsit. A kézzel együtt, ott készvetetesen. Köszönöm szépen. Jó. Akkor azt hiszem, hogy azon napirendi pontok, amelyek nyílt ülésre tartoztak, akkor azokat ma már átbeszéltük. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, meghallgattak minket. Mindenkit a szeretettel várunk a tanulatokra, illetve bízunk abban, hogy az önkormányzatnak a céljai felsorolt fejlesztésekkel meg tudnak valósulni. Szép napot mindenkinek!